Megtelt a Kakasdi Németház udvara, szinte mindenki besegítette a hagyományos zöld disznóvágáson. Idén 21. alkalommal rendezték meg a közös disznótort, kicsiknek és nagyoknak is megvolt a maga feladata. Sebestyén Gábor a sertések megfelelő feldolgozásáért felelt. 2 darab sertést vágtunk le, most éppen a csontozás és a darálása folyik. Előkészítjük a kolbászoknak, 2 fajta kolbászt fogunk csinálni. Úgynevezett svábos kolbászt, egy krumplis kolbászt, és egy magyar hagyományos recept alapján készült fokhagymás kolbászt. Az mellett lesz még véres hurka, májas hurka, amit szintén az esti vacsoránál fognak föltállalni a hölgyek, és akkor még a fogáshoz fog tartozni egy úgynevezett galuska, a székelyeknek a töltött káposztájuk, és a sváboknak pedig a gombolcuka. A Németház udvarán a helyi népcsoportok, székelyek, svábok és felvidékiek szokásai szerint történt a húsfeldolgozás és a töltelékek készítése. A svábos disznó megtisztítás az a forrázással történik, tehát akkor a disznónak a szőrét forró vízzel, és utána persze perzselővel távolítják el. A székely disznóvágásnál pedig szalmával igyekszünk ugyanezt elkövetni, de hát inkább beleégetni, kiégetni a szőrtűzőket is belőle. Olyan 120 kg körüliek voltak, és ez minden része föl lesz dolgozva mai nap folyamán. Azonban ahhoz, hogy gördülékenyen menjen a munka, támogatásra van szükség. Pásztor Józsefné hosszú évek óta vesz részt a disznóvágáson. Ő a konyhai teendőket vezeti ilyenkor, amelyekben a helyi asszonyok nyújtottak segítőkezet. Először is reggelire csinálunk sült májat, vérpörköltet, tokaszalonnát sütünk meg, és málét reggelire. Ebédre lesz szaurész, amit a német asszonyok fognak segítségemmel megcsinálni, és utána lesz galuska estére, meg a németeknek gombóc, akkor estére lesz sült hurka, sült kolbász, 35 kg a gombóc és 35 kg a galuska, az 70 kg, és akkor a zaureszt megcsináljuk ott egy olyan 15 kg, 14 kg húsból. Az a németeknek egy eledel, amiben van máj, van hús, ilyen tarja, van benne comb, van benne szív, van benne vese, tüdőt szoktak még rakni bele, és akkor egy ilyen tejfölös habarás kap az egész, és akkor hagymás szavtal van fölrakva, és tejfölös habarásra behavarva. Szeretek főzni, ez az álmom, a vágyam, amúgy is szakácsnő voltam. Nagyon jó. Azért, mert összehozza az embereket, főleg a falusiakat, és most már a fiatalokat is már befogjuk, hogy segítkezzenek. Hát tovább kell adni, mert ugye már kiöregszünk belőle. A program a Kakasdi önkormányzat, illetve a helyi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében valósult meg. Kezdetek kezdetén először csak székesváb volt, majd pár évvel később már a felvidékiek is csatlakoztak. Volt, hogy 2, volt, hogy 3 disznót vágtunk. És hát azóta ugye bővült az esemény, mert testvértelepülések jöttek létre, akik ezen a jeles eseményen részt vesznek, mindig nagyon várják, örülnek neki, hogy jöhetnek, és így nem csak egymás hagyományait és kultúráját ismerhetik meg, hanem továbbadhatjuk az itt élő fiataloknak, akik így általunk megismerhetik, hogy hogy is volt régen, majd tovább örökíthetik ezt a hagyományt. Ich bin das erste Mal in Kakasd. Ich bin seit 3 Jahren Bürgermeisterin und darf zum ersten Mal heute hier sein. Ich freue mich sehr. Es ist eine enorme Gastfreundschaft. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und alle, die mitgefahren sind, die sind total happy. In Deutschland gibt es leider keine Schlachtfeste in dem Ausmaß. Es gibt Schlachtfeste, aber so für die Bevölkerung und in dem Ausmaß ist es, denke ich, einzigartig hier in Ungarn. Die gelebte Tradition, die ihr hier durchführt, das sollte man bewahren. Das ist wirklich einzigartig und ich freue mich auf das nächste Schlachtfest hier in Kakasd. Also wir verstehen das Schlachtfest und die Verarbeitung. In Deutschland gibt es sowas ganz, ganz selten und das ist die Tradition. Also wir verstehen das, bei uns gab es das auch in den 90er Jahren und diese Tradition zu bewahren ist sehr wertvoll für die Region. Das muss bleiben. A település polgármestere elmondta, hogy bár az elmúlt 2 évben a koronavírus járvány miatt nem tudták megrendezni a programot, szeretnék azt ismét minden esztendőben megtartani. Nagyon nagy népszerűségnek örvend, nagyon várták a kakasdiak, és a Kakasd életében ez egy jelentős esemény. A
falu apraja nagyja megtalálható itt egész nap. Egész napi összefogása jellemző, hiszen együtt zajlik a disznóvágás, a húsok földolgozása, és természetesen este az elkészült finom ételek elfogyasztása is. A kicsik is itt vannak, idősebbek is, nagyon jó hangulatú rendezvény. Szól egyrészt a hagyományok őrzéséről, ami nagyon fontos. A disznókat székely és sváb hagyományok szerint vágják le, és az esti asztalra pedig felvidéki rizses májas hurka is kerül, és ezzel próbáljuk a gyerekeknek megmutatni a hagyományos ételeket, ízeket, illetve szokásokat. A nemzetiségi disznóvágás este ünnepi műsorral és közös vacsorával, mulatsággal zárult.